Pörtyű Fesztivál tartottak Bakson. Búza Zsoltot, a település polgármesterét kérdeztük a rendezvényről. Bakson harmadik alkalommal rendezik most már meg a Töpörtyű Fesztivált. A település vezetőjét, Búza Zsoltot kérdezem, ennek részleteiről köszöntelek. Mit is lehet tudni erről a rendezvényről? Honnan jött először is az ötlet? Az ötlet Tisza Kálmán falva mellől érkezett, Kágyról, ugyanis jó pár éve már Tisza Kálmán falvával testvér település vagyunk, és tulajdonképpen amikor meghívást kaptunk egy ilyen rendezvényre, akkor átlátogattunk Kátyra, ahol Töpörtyű Fesztivál tartottak. És tulajdonképpen onnan jött az ötlet, hogy a disznóhúst, a sertéshúst jóformán mindenki szereti Magyarországon, és hogy a legegyszerűbb alapanyagból hogyan lehet minél színesebbet, minél többfélét elkészíteni, és hát tulajdonképpen innen jött az ötlet, de ez meg van fűszerezve egy kis erdélyi mondással, miszerint a szalonna az nem hús, de ezt átvették a baksiak is, úgyhogy mindenki süt szalonnát, meg töpörtőt, de ez mellett természetesen más ételek is készülnek, a haltól kezdve a babgulyáson át mindenféle pörköltet főznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek most van itt az ideje igazából, mert nagyon sokáig be voltunk zárva, hogyha fogalmazhatok így, és tulajdonképpen most azért is jó ez a rendezvény, hogy egy picit nyitunk, közösségbe megyünk, barátkozunk, beszélgetünk, és azt gondolom, hogy a képek magáért beszélnek, hiszen hogyha most körbenézünk itt ezen a rendezvényen, akkor azt látjuk, hogy mosolygós, önfeledten szórakozni vágyó embereket látunk, ahol úgy állítottuk össze a programot, hogy egészen a kicsiktől az idősekig mindenki megtalálja a maga számára a legkedvezőbbet, hiszen ugráló váron át éppen most folyik egy nemzetközi sport labdarúgó mérkőzés, ugyanis Tisza Kálmán falva Baks barátságos labdarúgó mérkőzés folyik éppen ezekben a percekben, de ahogy itt a háttérben is látszik, hogy a vajdasági barátaink megmutatják azokat az ízeket, amelyeket hoztak otthonról, úgyhogy aki ide látogatott a mai napra, vagy aki meglátogatott minket, az azt gondolom, hogy mind az ízvilágban, mind pedig a barátság, barátkozás szempontjából megtalálja a maga számára a legkedvezőbbet. Egy kicsit részletesebben a programokról. Reggel 9 órakor volt az ünnepélyes tűzgyújtás. Volt, aki ezt előbb kezdte, volt, aki ezt később kezdte. Van egy falukemence is, az most ugyan egy picit háttérben van, de a falukemencében is sülnek különböző dolgok. Azt hiszem, hogy töpörtyűs pogácsát sütöttek, most valami hús sül, de közben egy bárányt is sütnek még abba a kemencébe. Tehát a délelőtt folyamán és délig tulajdonképpen a sütési, a főzési a főszerep. Persze ez mellett az ugrálóvárat is megtalálják a fiatalok, illetve a sportmérkőzésre is el tudnak látogatni a műfüves pályára. Egy délután lesz egy igazán mozgalmas nap, amikor a közkívánatra tulajdonképpen az Exatlon 2.0-as versenyt tudjuk lefolytatni, kibővítve a múltkorival, ugyanis ott egy korosztályként indult mindenki, most viszont a múltkori jelentkezők létszámából kiindulva egy picit csoportosítottunk, tehát gyerekek is indulnak, felnőtt kategóriába is indulnak, és hát még senior, tehát miattunk is van egy másik kategória, a senior kategóriába is lehet érmeket szerezni, készültünk rá. Én azt gondolom, hogy az emberek, aki ide kilátogat a közösségbe, ők is nagyon várják, úgyhogy ez fog következni délután, ez lesz a fő műsorszám, majd 5 órakor sztár fellépők érkeznek hozzánk a Credence részéről, majd estére gondoltunk minden korosztályra, retro diszkótól kezdve mindenki, aki jól érzi, jól szeretné magát érezni, az 11 óráig itt mulathat velünk egészen estére. Lehet-e tudni, hogy hány csapat nevezett erre a versenyre? 13, amint 13 apostol, 13 csapat nevezett be most erre a rendezvényre. Vannak olyanok is, akik vidékiek, tehát a szomszédos településről érkeztek, ami nagyon nagy öröm számomra, hiszen tulajdonképpen egy fesztiválnak a hangulatát szerettük volna visszaidézni ide, illetve egy fesztivál hangulatot szeretnénk megalapítani a harmadik Töpörtyű Fesztivállal. Ez lenne a negyedik, csak sajnos ugye tavaly elmaradt, úgyhogy ez lenne a negyedik, a harmadik Töpörtyű Fesztiválon, illetve a vajdaságból érkezők azt gondolom, hogy méltán emelik a napfényét, illetve szeretném megköszönni azt is az összes közreműködőnek, hogy részt vettek,
kijöttek ide, és tulajdonképpen hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen nagy színvonalú és egy nagy létszámú rendezvényt hozzunk létre, illetve a segítségeknek is meg szeretném köszönni mindazoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak a mai rendezvénybe, hiszen önélkülük ez a mai rendezvény nem lenne ilyen sikeres. 16. alkalommal rendeztek szántóversenyt Balázsán. A polgármestert, Újvári Lászlót kérdeztük a versenyről. Tavalyi év kihagyása után ismét traktoros versenyt rendez Balázsa. Település polgármesterét, Újvári Lászlót kérdezem erről. Először is köszöntöm, mit tudhatunk erről a rendezvényről? Tisztelettel köszöntöm a Kistelek TV nézőit. Nagyon jól tetszett mondani, traktoros verseny, mert messze több, mint egy szántóverseny. Azt kell róla tudni, hogy 16. alkalommal rendezik meg településünkön, rendezzük meg Balázsán a szántóversenyt. Azért így fogalmaztam, mert első hét alkalommal egy balástyai vállalkozó család szervezte, igazából ők voltak az ötletgazdák, ezt követően az önkormányzat segítségével és onnantól kezdve talán egy kicsit a fő iránymutatásával, támogatásával folyamatosan szerveztünk szántóversenyt így minden ősszel, tavalyi évben sajnos érthető okok miatt elmaradt. Idén újra megszervezzük, azt kell róla tudni, hogy van összesen 27 nevező a szántásokra. Ebben fogatosok is vannak, nem csak a traktoros versenyzők. A traktoros szántásnál különböző kategóriájú kéttestű, háromtestű, négytestű egékkel való szántás, veterán járművekkel való szántás, és még a következő a lovasfogatos szántás. És mivel, hogy traktorversenyről, illetve gépészek találkozójáról talán így fogalmaznék van szó, ez bizonyítja az egyéb ügyességi versenyek, amik a délután, ebéd utáni programokat adja. Gondolok itt szántás gyorsulásra, traktoros gyorsulási versenyre, pótkocsi húzó versenyre, és gondolok azokra, ami szinte talán egy kis családi programmá teszi a mai napot, hogy a szervezőink találékonyságának köszönhetően gyerekműsorok, gyerekprogramok is lesznek, és lesznek olyan egyéb ügyességi versenyek, például traktor forgatóverseny, tehát nem gurító, traktorforgatóverseny, tehát sok olyan szerintem látványos elem, ami azoknak is érdekes, akinek mondjuk nincsen traktora, vagy egyáltalán nem kötődik ehhez a műfajhoz. Ahogy említetted, gyerekeknek is szól ez a mai nap, mondhatjuk azt, hogy olyan családias a megrendezése. Miért is fontos egy település életében egy ilyen úgymond csapat összekovácsoló rendezvény? Szerintem már a választ meg is adtuk, hogy csapat összekovácsoló rendezvény, ugyanis amikor a szervezés folyamán a nyáron több alkalommal találkoztunk, akkor még első fölvetődött az, hogy szükség van-e rá, csináljuk-e, hogy legyen, mint legyen. Ahogy telt múlt az idő, számomra egyértelmű volt, hogy szükség van rá, csinálni kell. És miért kell csinálni? Mert azok az emberek, azok a családok, mert nagyon sok gépész a családját és gyerekeit is hozza, azok, akik valamilyen szinten az agráriumhoz csatlakoznak, és hál' Istennek Balázsán a település lakosainak a nagy többség, a település gerince még mindig a mezőgazdaságból él, mezőgazdasághoz kapcsolódik. Őnekik egy teljesen egyértelmű, hogy a szántóverseny mit jelent, és hogyha már ősz van, akkor Balázsán ezt mindig megrendezzük, és a mai napnak nem a fő ideológiája az, hogy most a bizonyos kategóriákban ki fog nyerni, hanem a legfontosabb az, hogy együtt vannak azok az emberek, akik azonos érdeklődési körrel bírnak, természetesen versengenek, mivel versenyről van szó, tehát valahogy kicsit azért meg kell dobni a programot, és ezzel együtt nyugodtan versenyezhetnek meg a gyerekeik is, találnak elfoglaltságot, a párjaik, akik eljönnek úgy szintén, és beszélgetnek, kikapcsolódnak, remélhetőleg egy jó buli lesz ma Balázsán. Minden évben más a terület, bár tavaly épp elmaradt a traktoros verseny. Hogy választódik ki a terület, hogy hol legyen a verseny? Igazából spontán döntések voltak eddig az elmúlt 15 alkalommal, ebből 2 évben volt egy helyen, magánterületen, a többi az mindig más-más helyen volt, bár azért ki kell magamat javítani, a legelején, amikor a Palotás család szervezte, akkor mindig az ő birtokukon, az ő tanyasi gazdaságuknál volt a verseny, de utána, amikor már az önkormányzat csinálta, akkor mindig más-más, akik felajánlották támogatók a területüket,
ott rendeztük meg. Idei évben van először önkormányzati területen, azt kell róla tudni, hogy a Forráskúti út melletti gazdasági övezetünkben vannak olyan parcellák kialakítva, ami egyébként ipari befektetőre vár. Hál' Istennek jelenleg egy konkrét érdeklődővel van folyamatban a tárgyalás, de ezeket a parcellákat most ilyenkor ideiglenesen összecsatolva jelentős terület alakult itt ki. Tehát könnyen megközelíthető, nem az a lényeg, hogy önkormányzati terület, hanem az, hogy könnyen megközelíthető a versenyzőknek, az érdeklődőknek, mindenkinek, illetve itt van elektromos áram, van vízcsatlakozási lehetőség, tehát egy ilyen szervezésnél a logisztikai feladatok elvégzése sokkal könnyebb volt, mint amikor valami esetleg olyan helyre kellett, ahol áram sincs, még aggregátort kellett vinni, meg egyéb ilyen apróság. Szerintem jó döntöttünk, hogy idehoztuk, és bízom benne, hogy vagy itt, vagy valahol másutt, nem ragaszkodom, hogy itt legyen, de azt nagyon szeretném, hogy a jövőben is, hogy ugyanúgy, mint eddig ez a hagyomány folytassuk. Ősz van, itt a versenyen jó mélyen meg is szántják a talajt, Balástya település pedig eléggé oda szokott arra figyelni, hogy sok fát telepítsen. Nem gondoltatok arra esetleg, hogy lehetne utána fát is telepíteni? Szeretném helyesbíteni, vagy az előbbi kérdéskört. Ezen a területen nem jó mélyen szántanak, mert a szántóversenynek a szántás mélységi kérdése is nagyon fontos tényezője. Csak ahogy a verseny kéri, illetve ha már ősz van, a gabona termesztésnél a talajelőkészítés alapvető, hogy nem kell mélyen szántani, de most ezt tovább ne forszírozzuk. De viszont nagyon jó kérdés a fák telepítése. Azt azért szeretném elmondani, hogy az idei év tavaszán önkormányzati területen 4 hektár erdőt telepítettünk, és a közfogis kollégák művelték a gépi munka, illetve a 3. apálás, hál' Istennek megvan, és a katasztrofális aszály ellenére is szerintem jó állapotban van ez a elültetett 4 hektár csebete. Illetve az idei év őszén, vagy legkésőbb tavasszal be van tervezve egy 1 hektáros, ez belterületi önkormányzati terület, aminek az újratelepítése, mert az erdőt letermeltük, levágtuk róla, ennek a tuskózása van folyamatban, és ezt követően fogunk erdőt telepíteni bele. Sőt, azzal szeretnénk még azért tovább gondolkodni, a hely adottságából kapcsolódóan egy később, ami nem most azonnal lesz, akár egy ilyen pihenőerdőt, vagy egy olyan közösségi helyet kívánunk az elkövetkezendő években kialakítani, amennyiben lesz rá természetesen pályázati lehetőség, mert azért nagyon figyeljük ezzel kapcsolatban az uniós vagy hazai forrásokat, amivel még inkább szeretnénk itt akkor elsősorban az élő környezetünk fejlesztése, és nem kívánom most tovább ragozni, hogy a faültetés mennyire fontos itt a klímavédelem, természetvédelem, és egyáltalán úgy gondolom, hogy alföldi ember részére, de nem csak az alföldi ember részére is, amikor fát telepít, vagy erdőt ültet, az minimum jó érzéssel tölti el, és ezt a jövőnek csináljuk. Tehát, amit az előbb mondtam, folytatjuk, tehát eddig csináltuk, és közel 20 hektár erdőnk van már az elmúlt években, amit a település külterületén több helyen ültettünk, önkormányzati területen természetesen, és most ezzel az 1 hektárral szeretnénk folytatni, aminek majd nem csak a szokványos erdő, hanem amit szerettem volna mondani az előbb, hogy egy olyan pihenőhely kialakítása, ami még elképzelésünk, de mondom, ez még finanszírozás megtalálásának a kérdése. Land Rover baráti találkozót szerveztek Kisteleken. Kockás Sándor szervezőt kérdeztük a részletekről. Land Rover baráti találkozót tartanak itt Kisteleken, immáron sokadik alkalommal. Erről kérdezzük a szervezőt, Kockás Sándort. Köszöntöm Önt, mit is tudhatunk erről a rendezvényről, milyen programok vannak rajta, és nagyjából hány Land Rover autó vesz itt részt ezen a rendezvényen? Immáron 26. alkalommal kerül megrendezésre ez a Land Rover baráti találkozó. Pontos autószámot nem tudok mondani, nagyjából olyan 50 és 80 autó között lehet, ezt majd mi is a rendezvény végén tudjuk majd megmondani. Ez egy 3 napos rendezvény, ami hatalmas múltra tekint vissza, és a márka barátok ilyenkor nem csak az ország, hanem a világ minden tájáról ide gyűlnek, és akkor itt ezt az egészet úgy kell elképzelni,
ez egy ilyen rettentő, egy ilyen családbarát rendezvény, hiszen a legtöbben már abban a korban vannak, hogy vagy kisgyerekekkel érkeznek, vagy olyan nagy gyerekekkel, akik már itt voltak ezen a találkozón karunülő csecsemőként, most pedig már a saját autójukkal jöttek el. Ilyenkor 3 napig pihenünk, lazítunk, vagy épp ahogy a háttérben is látszik, valamikor egy kicsit dolgozni kell. Ez az autó egy picit megcsúszott. A helyzet egyébként eléggé rossznak néz ki, de valójában nem lesz semmi probléma. Mindenki ura a helyzetnek, gyönyörűen le fogják venni ezt az autót onnan föntről. A programok között nagyon sok minden szerepel, a vásártér ilyenkor a bázis, ott vagyunk, ott volt egy gyülekező tegnap este, majd este 9-kor elindult itt Kistelek környékén egy ilyen GPS-es pontkereső túra, ezt mindenki rettenetesen szereti. Itt nem a sebesség a lényeg, amikor megyünk, hanem mindenféle trükkös feladatok vannak az adott GPS pontnál, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy utána pedig teljesítsék magát a feladatot. Ez volt ugye tegnap, aztán utána a mai napon ugye itt kezdtünk kint ezen a crosspályán. Itt ügyességi versenyek vannak, valaki ezt alternatív módon oldja meg, lehet egyébként, hogy mire az interjú végére érünk, ez a probléma már meg is oldódik, és utána pedig még különböző programok lesznek bent a vásártéren is, alkatrészfelismerő verseny, akkor bemutató autók is kijöttek, hál' Istennek is nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy a katasztrófavédelem is kihozta a Land Roverét, ugyanígy a határőrség kihozta a határőr Land Rover Defenderét, úgyhogy ezeket is mind meg lehet nézni itt a 2 nap folyamán. És természetesen ez a rendezvény nem csak azoknak érdekes, akinek Land Rovere van, hanem minden kistelekinek is, akit vonzanak a terepjárók, vonz az offroad, vonza a természet közelsége. Őket mind-mind várjuk szeretettel, és nagyon szívesen válaszolunk a kérdéseikre, illetve nagyon szívesen megmutatjuk az autóinkat. Akinek nincs ilyen típusú márkájú autója, miért is ajánlott, hogy ilyet vásároljon? Hát konkrétan erről órákig tudnék egyébként mesélni. Alapvetően, hogyha Land Rovert veszel, akkor így kicsit viccesen hangzik, de így barátokat kapsz mellé ajándékba. Tehát szerintem nagyon kevés olyan autómárka van, ahol egy ennyire összetartó csapat van, ahol ennyire segítjük egymást, ennyire tényleg nem tudom másképp mondani, hogy összetartunk, illetve ilyen nagyon családias rendezvényeket tudunk összehozni. A másik pedig, hogy az ember egy olyan autót vásárol magának, ami mindenre is jó. Tehát tényleg minden családapa álma egy ilyen autó, hogy a rengeteg cuccot is bele tudom rakni, anya is tele tudja pakolni, hogyha éppen nyaralni megyünk, és mindent be tud rakni, amit szeretne. Ezen kívül pedig ez az autó hűtársad akkor is, hogyha szakad a hó, hűtársad akkor is, hogyha esik az eső, hogyha pedig teljesen normális útviszonyok vannak, akkor pedig nagyon kényelmes, hogy beleülsz egy nagy fotelbe. A Land Roveresek híresek arra, hogy nem sietnek. Belősz a fotelbe, beállítod a kis hőmérsékletet, halkan szól a zene, és elmehetsz a világ végéig, és még tovább is, egészen nyugodtan, és nem akarsz majd kiszállni az autóból, hiszen egy családtag imádod a Land Roveredet.